Karácsony Gergely levélben tájékoztatja az Európai Bizottság elnökét arról, hogy a kormány nem tartotta be ígéretét, nem egyeztetett a fővárossal az Európai Helyreállítási Alap Budapestet érintő támogatásáról. Ezt Kis Ambrus, általános főpolgármester helyettes jelentette be csütörtökön. 75 projektjavaslatunk volt, egy darab FKT határozat, egy tárgyalási forduló, majd nulla befogadott javaslat. A főpolgármester csütörtökön jelezte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek, hogy a március óta zajló látszat határozatokat és beszélgetéseket nem tekinti rendszeres egyeztetésnek. Így azt kéri majd az Európai Bizottságtól, hogy a kormány által benyújtott helyreállítási terv véleményezésekor ezt is vegyék figyelembe. Mondjuk ebben a magyar kormány kommunikációját ismerően sok meglepetés nincsen. Tehát az ingyenes parkolás, az oltások megszervezése eddig semmiben nem egyeztettek érdemben a fővárossal. Hát miért pont ennyi pénz elosztásánál egyeztetnének? És ez most ez a hír a fővárosról szól, de ugye a kormányzat lemondott egy elég nagy összegről, amit az Európai Uniótól lehívhattunk volna hitel formájába, mondván, hogy nem akar eladósodni, ugye Belgrád vasútvonal, Wuhan Egyetem, atomerőmű, unokák is el vannak már adósítva. De ez az összeg többek között a kistelepülések felzárkóztatására is ment volna. Tehát azokon a kistelepüléseken élő emberek, akik most szavaznak büszkén a Fideszre, úgy fognak ragadni ott abban, amiben vannak, mert nekik maguknak természetesen nem lesz pénzük arra, hogy megemeljék magukat. Arról a pénzről, ami ezt megtette volna, a miniszterelnök lemondott, és nem csak a fővárosra nem egyeztet, hát a önkormányzati szervezetekkel, akik tudnák ezeket a szerencsétleneket képviselni, de most akkor én most befejezem, és mindenki mondjon egy társadalmi szervezetet, amelyikkel egyeztetnek, és nem ők hívták kamuból létre. Szóval tényleg úgy működik az ország, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag azt csinál vele, amit akar. Van egy siserehad, amelyik ebben őt támogatja, segíti, és egyébként pedig valami majd csak történik velünk. És ez kellene ugye 2022-ben ezt a valamit valahogy megváltoztatni. Csak egy gondolat ez egész, hogy ez a büntetés és jutalmazás rendszere, tehát hogy ha az önkormányzati választásokon arra az oldalra szavaztak, a Fidesz oldalára, akkor jutalmak járnak érte, akkor a rendszer azért valahogy megjutalmazza ezeket a településeket, ha pedig nem, az ellenzéki oldalra, akkor egy ilyen folyamatos büntetésben vannak, azon túl is, hogy van egy összbüntetés az önkormányzatok számára, tehát a le nem hívott hitel kapcsán, de hogy ilyen direkt, mond egy önkormányzatiságot, ami tényleg az emberekhez a legközelebb álló dolog, tehát ott együtt élnek ezek az önkormányzati vezetők a lakossággal, ez egy nagyon fontos konstrukció szerintem, és egy nagyon jó része a demokráciának, szerethető része a demokráciának, és pont ebbe szólnak bele fölülről direkt hatalmi eszközökkel, szerintem ez megint csak nem korrekt. Most lehet, hogy nem fog tetszeni, amit mondok, de a Karácsony Gergely, hogy írogat az Európai Uniónak, nagyon szép, minden csodálatom. De ne az Uniónak írogasson elsősorban, hanem a budapesti átlagpolgároknak írogasson, hogy édes egy apám, azért nem lesz nálad most az utca megcsinálva, mert a Fidesz elvitte a pénzünket. Hát ilyen plakátok voltak? Még mindig kín vannak egy kevés. Csomó helyen. Ugye mégiscsak Budapesten él a szavazó polgárok 20%-a, tetszik, nem tetszik. Budapesten elég sok országgyűlési egyéni körzet van, több, mint egyébként majd a főpolgármester választáson. Tehát, ha Budapesten az összes egyéni választókerületet el tudja hozni az ellenzék, akkor már igen közel kerül majd ahhoz a célhoz, amit kitűzött magának. De ehhez fel kell hergelni minket. Most csúnya a szó, tudom. De ezzel, hogy ilyen jópofán állunk a dolgokhoz, és mosolygunk, és ilyen szellemes válaszokat mondunk, nem azonos sportágban vagyunk. Tudomásul kell venni, hogy egyik oldalon egy úri ember van, a másikon egy kevésbé. Igen, de erre meg mondják, hogy ugyanazzal nem biztos, hogy le lehet nyerni ezt. Nem ugyanazzal. Hát most már bocsánatot kell, itt van ez a Fűrjes Balázs nevű fiatal ember, aki Budapest fejlesztésért. Ember ennyit még nem hazudott, amit ezt tesz. Tehát egyszerűen fölfoghatatlan, hogy senki nem áll oda, hogy kedves Balázs,
Ha tudod, hogy butaságot beszélsz, akkor az a baj, ha nem tudod, akkor meg az a baj. Hát miért kell olyanokat mondani, hogy itt egyeztetések vannak itt, majd amit nem akar a főváros, az nem lesz, tehogy nem. Hát hogy hát ne lenne? Hát őt is lenyomták a sajátjai a hírnek. Mondjuk ezt a mondatot a miniszterelnök mondta. Igen. Jó, de ő megközvetíti a továbbiakban, és elmondja, hogy mennyi minden nagy fejlesztés volt. Nem volt. Hát tudomásuk kéne venni. Folytassuk majd innen, de most jó. Megint egy pici reklám, és aztán jövünk vissza.